42 csapat, több mint 200 kiló disznóhús és egy lelkes település, amely a falusi disznótorok hagyományait nem hagyja feledésbe merülni. Tápió Szent Mártonon vagyunk az idén 5. alkalommal megrendezett Nemzetközi Hurkatöltő Fesztiválon. A résztvevők csapatonként 5 kiló húsból és 3 kg rizsből készíthettek rizses, vagyis fehér, véres és májas hurkát. De voltak olyanok is, akik különleges recepttel érkeztek. Lesz itt aszalt szilva, vörös borba áztatva, és az lesz hozzá mazsolával, káposztával bolondított. És akkor lássuk, hogyan készül a falusi disznótorok elmaradhatatlan fogása. Először is hagymát pirítunk. Ízesítjük, majd jól összekeverjük az előre megabált húst és a főtt rizst. A belet megtöltjük, nem túl szorosra, nehogy kiszakadjon, a végeit pedig elkötjük. Sütés közben ne szurkáljuk a hurkákat, csak óvatosan forgassuk. Nem is olyan nehéz, vagy mégis? Kevés jót teszünk, ízetlen lesz, nem lesz jó. Ha túl van abálva, mézgás a hurka. Ha az a hurka túl van sütve, a véres hurka fűrészporos lesz, száraz lesz. Szóval nagyon sok szempont van. A hurka fajtája és kinézete mellett az ízvilágot is pontozta a zsűri. Németh József azt is elárulta, hogy nem hagyják figyelmen kívül a különböző tájegységek eltérő fűszer használati szokásait sem. Mi magyarok már nem használunk csombor, de például tiszteletbe kell tartani az erdélyeket, mert ő csomboros hurkát fog készíteni, és nem tesz bele majoránnál. Vagy a sváb véres hurka is másképp készül, mint a magyar véres hurka. Az idei fesztiválon az erdélyi, felvidéki és vajdasági csapatok mellett Pest megye önkormányzata is részt vett a versenyben. Sajnos tavaly nem tudtunk elindulni, mert egy nemzetközi elfoglaltság volt, de visszatérünk a győzelmeink színhelyére, és reméljük, hogy ebben az évben is meg tudjuk őrizni a bajnokságot. A legtöbb csapat egyébként Pest megyéből érkezett. Ez a maglódi férfi például még emlékszik arra, milyen nagy esemény volt a család életében egy disznótor. Reggel összejön a sógor koma, barátok kevésbé, inkább ők vacsorára jönnek, és hát megfogják a disznót, és leszúrják. Az utóbbi években most már meglövik a homlokán ilyen pisztollyal, tehát ilyen szegecses pisztollyal, tehát kevésbé szenved az állat, de régen ez úgy volt, hogy leszúrták és sikított, most nem sikít, hanem csak a vérét engedik le. Aztán kint gázpörzsölő, régen ugye fapörzsölő helyett most gázpörzsölővel megpörzsöljük, szétszedjük, és csináljuk a sok finomságot. A finom falatoknál pedig csak egy jobb dolog van, ha jut belőle mindenkinek. Nos, a szervezők erről is gondoskodtak. A tavalyi 4 méternél is hosszabb disznósajtnál ugyanis idén egy még nagyobbat készítettek. Pontos adatot tudok mondani, akkor 74,5 kg készült, és nem több, mint 558 cm hosszú, és a kerülete pedig 41 cm. De el lehet képzelni, ha átlagosan egy disznónak a disznósajtja olyan 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, akkor ez hány pocából készült? A tavalyi évhez képest tehát nem csak disznósajtból, de hurkából is több fajta készült. Évek óta ugyanis sok száz érdeklődőt vonz a Tápiót Szent Mártoni Hurkatöltő Fesztivál.